99 évvel ezelőtt írták alá a trianoni békediktátumot. Ennek értelmében Magyarország területének 67%-át csatolták el. Ez azt jelenti, hogy az ország területe 283 ezer négyzetkilométerről 93 ezer négyzetkilométerre csökkent, több mint 18 millió magyarból pedig mindössze valamivel több mint 7,5 millióan tartoztak továbbra is hivatalosan Magyarországhoz. 1920. június 4-e óta sok bajt és szenvedést kellett elviselniük az elcsatolt területeken élőknek, ők azonban soha nem mondtak le magyarságukról, mi pedig nem mondunk le róluk, fogalmazott Borkai Zsolt a megemlékezésen. A 20. század megtépázott bennünket, megtépázta országunk területét és a nemzet egységét is. Sőt, hamis ideológiákkal igyekezték kiölni belőlünk a nemzet fogalmát. Mi mindennek ellenére nem mondtunk le nemzetünkről, és nem mondtunk le azokról a nemzettestvéreinkről sem, akik a 20. század politikai hurikánja révén a határ túloldalán találták magukat. A Magyarországgyűlés döntése alapján június 4-e 2010 óta a Nemzeti Összetartozás napja, jelezve, hogy a nemzet határoktól függően egységes. A magyar történelem azonban sokszor megmutatta számunkra, hogy hosszú távon csak az egymásért érzett felelősségvállalás, a nemzetért való cselekvés és a hit visz előre bennünket. A közelmúltban ismét a nemzet védelme mellett tették le a voksukat a magyarok, mert Európa a hely, ahol élünk, itt alkotunk egy nemzetet, egy közösséget. A fundamentum Istentől való, és Istentől való az akarat, mely újra építi a falakat. A víz halad, a kő marad, a kő marad. A Győri Nemzeti Színház művészei Vasa Albert Üzenet haza című költeményével emlékeztek a magyar történelem egyik legsötétebb dátumára. Az Etalon alapfokú művészetiskola növendékeinek néptánc előadása után pedig mindenki elhelyezhette az emlékezés koszorúit is.